Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a bak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan a lehetőség arra, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást álnéven, a díjam 4000 forint. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, kitérnék a csillagokra. Mit üzennek a csillagok az indiai asztrológia szerint? Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sors döntő változások, döntések, találkozások. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is, és tanít bennünket. Ez évben Szaturnusz bolygó a bak jegyében mozog, tehát mindenkire kihat, aki a bak jegyében született. Egy visszatekintő Plútó bolygó szintén a bak jegyében van, és ez utal a múltra. Plútó bolygó hatása alatt le tudsz zárni bizonyos témákat. Plútó bolygó jelenti a belső erődet, ezt a hatalmat is, a bizalmat, azon kívül utal szexuális témákra is, hiszen Plútó bolygó uralkodik e felett a téma felett. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi jelentheti a lelki társadat, de jelenti a férfiakat is. Egy vonalban vagytok, tehát megvan a kapcsolat kettőtök között. Ez a könyv, ami összefűz benneteket, ez utal a tanulásra, a tudásra, az intelligenciára is, de ez a könyv jelentheti a titkokat, vagy az ő zárkózottságát is. Itt megjelennek a halak, és az jelentik az anyagiakat, de a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és ő értékes számodra. A felettetek lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt nála megjelennek a halak, tehát az anyagiak, vagy a barátságok. Itt ez a kép utalhat vitákra, veszekedésekre, ami itt a családban, a környezetében van, vagy ez lehet egy ingatlan is, és itt vannak nézeteltérések, kihat az anyagiakra. De szerencsére megjelennek itt az egerek, és úgy szoktuk mondani a kártyavetésnél, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, tehát eltávolítják a vitákat, veszekedéseket. Ami téged illet, ezek a kártyák vannak itt a gondolataidban. Ez azt jelenti, hogy tanulni akarsz, vagy néha úgy érzed, ő eltitkol előled valamit. Ami még fontos, itt a belső értékek és az anyagiak. Te ebbe az irányba tekintesz, és itt látható ez a medve. Ez jelentheti az élet erődet. Ez a medve lehet egy személy is, akinek van mondani valója. Ez lehet az apukád, lehet a főnököd, és lehet egy tanár is, hiszen itt van a tanulás, a továbbképzés. Itt még vannak nehézségek ezzel a személlyel, hiszen a hegy utalhat a problémákra, a kihívásokra, a korlátozásokra is.
A te gondolatodban megjelenik ez a férfi, és félsz attól, hogy elveszíted őt, hiszen a férfi mellett megjelenik a kígyó, és az jelenthet egy nőt. Nem biztos, hogy így van, mert a kígyó utalhat változásokra, megújulásokra, egy gyógyító erőre is, de néha utal egy hölgyre, és az egerek azt jelentenék ebben a helyzetben, hogy elveszítik, eltávolítják a férfit, tehát ilyen gondolataid vannak, de bíz meg benne, hiszen itt látható a hűség, megbízhatsz benne. Itt egy vonalban vannak a halak, tehát gondolsz az anyagiakra is, hiszen szeretnéd rendezni az anyagi dolgokat. A halak összefűznek benneteket, ez lehet tényleg egy pénzügyi dolog, de a halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra. Ha te egy hölgy vagy, akkor ebbe az irányba tekintesz. Itt megvan a tudás, a továbbképzés, az élet erő, holott néha azért még fáradnak érzed magadat. Itt a felhő jelent egy bizonyos helyzetet, ami még átláthatatlan. De szerencsére a kassa elvágja ezt a kártyát, eltávolítja a felhőt, és akkor látható lesz valami, újra megvan az élet erő nálad. A felhő jelent fél évet is, gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez a helyzet, vagy ez a személy visszatér hozzád. Itt előtted a virágcsokor utal a külsődre, a nőiességedre, a jó ízlésedre, a szépségedre, vagy jelenthet egy kreatív tevékenységet is, és itt a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást. Mögötted megjelenik a szerencse, a tisztaság, a siker és a jó kapcsolatok. Ha volt a múltban nehézség, hamisság, az lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket a hamis kapcsolatokat. És a gólyák jelentik akkor a változásokat, itt lesz mozgás, előre mennek az események, a hajó jelenti a reményt, a gyermek egy új kezdetet, a mozgást és az utak utalnak a döntésekre, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a gólyák akkor jelentik a változásokat. A hajó utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra. A gyermek és a gólyák, az jelenthetik egy kisbabának a születését is. Lehet, hogy nem nálad, de valakinél a családban, a környezetedben. Itt ez a lovas férfi jelenthet egy más férfit is, egy másik férfit, és itt vannak az utazások, az is lehet, hogy ez a férfi külföldön él. De visszatér hozzád, itt vannak az utak, az élet utatok kereszteződik, és akkor itt lesz változás, egy új kezdet. Ez a lovas férfi jelent mindent, ami mozog. Ez lehet egy ló, lehet sport, vagy lehet egy autó vétele is. Ami őt illet, ő ebbe az irányba tekint. Itt előtte van a kígyó és a fa. Mindkettő jelenti a gyógyító erőt, vagy egészségügyi témákat. Ebben a helyzetben ez a torony lehet egy kórház. Nem biztos, hogy ő beteg, hanem valaki a családban. Ez lehet az anyukája is, hiszen a hold jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket.
A kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat. Ez a fa egy biztos helyet, ami erőt ad számára, ahol le tud gyökerezni. Lehet, hogy olyan mellék utakon éri el, ezt is jelentheti a kígyó. És a torony az lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is. Itt lesz egy jó kimenetel, a szerencse, beszélgetések, és a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. A kígyó lehet egy nő is, vagy egy barátság, hiszen a kutya szimbolizálja ezt a barátságot, de lehet az anyukája is, hiszen itt a hold utalhat az anyukájára. Itt lesznek beszélgetések, különösen ami az anyagiakat illeti. Ami mindkettőtöket illet, az itt egy jó hír, és a kereszt jelenti a hitet, vagy azt, hogy az élet utatok kereszteződik, jelentheti a kereszt a döntéseket is ugyanúgy, mint az utak. Hiszen mindkettőnél eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba, tehát döntésekről van szó, különösen ami a szerelmet illeti. És itt lesz egy jó hír, beszélgetések, szerencse, itt is a döntések, és a gólyák utalnak a változásokra. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Itt viták, veszekedések a családban, vagy egy ingatlan miatt, ez hamarosan elmúlik, mert az egerek ezt eltávolítják. Ő sokat gondol az anyagiak miatt, vannak tervei, gondolatai, szeretne javítani valamit a pénzügyi helyzeten. Itt vannak barátságok, megjelenik a hűség, kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, segít az anyagiakat illetően is. Itt megvannak az álmok, a vágyak, a remények, ami a szerelmet illeti, lesz egy jó hír, és a kereszt jelenti a hitet, és jelenthet egy találkozást is, hiszen az élet utatok kereszteződik. Második hét október hónapban itt látható. Te félsz attól, hogy elveszíted őt. De nem kell félned, hiszen egy vonalban vagytok, megmarad a kapcsolat. Itt megvan a gyógyító erő, azon kívül lesznek megújulások, változások, és itt a torony utalhat hivatalos dolgokra, itt lesznek hírek, beszélgetések, és szerencse egy jó kimenetel. Harmadik hét október hónapban itt látható. Olyan fáradtnak, erőtlennek érzed magad, úgy gondolod, ő eltitkol előled valamit, ez nyomaszt téged, minden olyan átláthatatlannak tűnik. De megvan a remény arra, hogy legyen egy új kezdet, a kislány jelenti az ártatlanságot is. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, lesznek döntések és változások. Ez a lovas férfi azt is jelenti, hogy egy férfi visszatér hozzád a múltból. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Megvan a szépséged, lesz egy ajándék, egy kellemes meglepetés, itt van a hivatás, ami szintén szerencsét hoz neked. Itt tisztázódik valami, megvannak a sikerek, itt lesznek szerződések, kapcsolatok, és a hamisság elmúlik, a koporsó ezt lezárja, és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!